Messze idegen fogságban szenvednek fiaim, dicsérnek és áldnak téged hárva gyermekeink. Kegyelmes jó anyánk, tekints a foglyokra, ó nagy irgalmú szűzanyánk, vezess őket haza. Zebegény, Kismaros, Nagymaros immár hosszú esztendők óta minden januárban közösen emlékezik meg a 77 évvel ezelőtt Szovjetunióba elhurcolt mintegy 600 civil áldozatról, az elhunytakról és azokról, akik a több éves kényszermunkatábor után hazatérhettek szülőföldjükre, a Dunakanyarba. Az idei megemlékezésnek Zebegény adott helyszínt. Ennyi év után is sajnos jól ismerjük a parancs tartalmát, miszerint 1945. január 5-én Zebegényből is elhurcoltak 111 embert, nőket, férfiakat, szinte gyermekkorú fiatalokat egy kis munkára, Málenki robotra. A pokol napjait Krebs Gyuri bácsi cigaretta papírjaira írt jegyzetéséből ismerhetjük, egyébként elképzelni sem tudnánk, mit éreztek azok az emberek ott a barakokban, miközben a hosszantartó itthoni reménykedve aggódva várták őket. Félelemmel, fájdalommal, éhezés, kín, szenvedés jellemezte mindennapjukat. Néha felcsillanó remény a szabadulásra, az volt az ünnep számukra. Itthon az árvák, az özvegyek, s anyák várták a soha vissza nem térő apát, férjet és gyermeket. Közel 3 év borzalmai után, 1947-ben az utolsó túlélők is hazajöhettek. A hosszú évekig tartó embertelen munka és az ott lét körülményei a mai ember számára elképzelhetetlen, és azt hiszem elmondhatjuk, hogy szinte kibírhatatlan is lenne. A meggyötört hazatérők és a minden szempontból tönkretett családok semmiféle segítséget nem kaptak, sőt hallgatásra kényszerültek oly annyira, hogy mi gyerekek, unokák és dédunokák csak a rendszerváltozás után hallhattuk érdemben az ősök sorsáról. Azóta megpróbálunk mély tisztelettel, örök hálával minden évben megemlékezni róluk, ezért is a karácsonyi éjféli misét őértük hálaadásból mutatjuk be, és az emlékezés virágait, gyertyáit helyezzük ide és a kopjafához. A lelkünkben nincs harag és bosszú vágy, csak megbocsájtás, de nem felejtés. A feladatunk az, hogy örökre megőrizzük emléküket. Fészlőd Csaba alpolgármester arra is kitért, hogy akik túlélték a táborokat, lelki sérülésekkel tértek haza. Hiányoztak fiatalságuk legszebb évei, hiányoztak a táborok lágereiben eltemetett rokonok, barátok, bajtársak. És amikor hazajöttek, hiányzott nekik, hogy erről a traumáról beszélhessenek. És hiányoznak egyre többen a túlélők, mert egyre kevesebben vannak közöttünk. A zebegényi megemlékezés a meghurcoltak az áldozatok emlékére koszorúzással zárult. A tisztelgés egy néhány éve gyökeret vert hagyománnyal is bővült, emléktúra indult azon az úton, amelyen a meghurcoltakat 1945-ben végighajtották, Zebegénytől a 150 kilométerre fekvő Heves megyei Kápolnáig. Kosztra Gábor önkormányzati képviselő, túraszervező közösségi oldalán erről így írt. Gyermekkoromban még nem tudtam, milyen fontos történelmi hely a Kápolnai vasútállomás, és milyen fontos szerepet fog játszani majd a felnőtt életemben. Aztán úgy hozta a sors, hogy Nagymarosra házasodtam. Életem másik fontos női szereplőjén keresztül megtudtam, hogy erről a vasútállomásról szállították el oly sok sváb honfitársunkat az ukrajnai fagyba egy kis munkára, ahogy itt mondják, Málenki robotra. Köztük volt feleségem, apai nagyanyja és nagyapja is. Emlékükre 2015-ben tartottuk meg az első Málenki robot emléktúrát. Az első két évben csupán Nagymaros részvételével, gyalogszerrel 3 nap alatt jutottunk el Kápolnai vasútállomásra, és leróttuk kegyeletünket. Aztán 2017-ben csatlakozott Kismaros és Kompolt, majd rá egy évre Zebegény is.
A kálkápolnai vasútállomáson egy emlékmű emlékeztet minden arra járót az elhurcoltakra. Emlékezett a túra szervező Kosztra Gábor. Az idei zebegényi megemlékezésen Csáki Tibor atya az elhurcoltak lelki erejéről, az utókorra maradt példamutatásáról is beszélt. Hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik, de semmi sem történik az ő gondviselése nélkül. Bizonyosan Isten akarata ellenére történik az, hogy egy nyomorító hatalmak hogyan akarnak tönkretenni nemzetiségeket. Semmi sem történik Isten gondviselése nélkül. A megpróbáltatás álhatatosságot eredményez. És azt gondolom, amikor mi emlékezünk, akkor hálát kell adnunk az Istennek, hogy ezek az emberek végig tudták csinálni. Persze, tudjuk, sokan ott maradtak. Hiszük és imádkozunk az ő lelkük üdvéért. És mégis az a dolgunk, hogy a magunk élethelyzeteiben ezt az álhatatosságot megszerezzük. És el akarjuk kerülni a megpróbáltatást, el akarjuk kerülni azt, hogy a tüzes kohón átmenjünk, mondja a Biblia, ne lepődjetek meg, tüzes kohón kell átmenetek, de az aranyat ott tisztítják meg. Ha majd eljön a vígórán, magyarok asszonya, vidd lelkünket fel te hozzád, kedves édesanya. Kegyelmes jó anyánk, tekints a foglyokra,